Mit kell tudni erről a látni és látszani programról, milyen céllal rendezték meg? Veszprém megyében a rendőrség egész évben ellenőrzi a közlekedésben résztvevő járművek világító és fényjelző berendezéseit, de ugye az őszi-téli időszakra való tekintettel fokozott jelentőséggel bír, hogy a közlekedésben résztvevő járművek, illetve a közlekedés egyéb résztvevői jobban lássanak, illetve látszódjanak a megváltozott fényviszonyok miatt. Korábban sötétedik, tovább van sötét, gyakorlatilag lakotterten belül is, kívül is egészen más fényviszonyokkal találkozunk, mint mondjuk egy tavaszi-nyári időszakban. Kikre fordítanak kiemelt figyelmet az akció során? Az akció egyik kiemelt célcsoportja, ahogy a gyalogosok és a kerékpárosok, mint a közlekedés egyik legveszélyeztetettebb résztvevői, ők azok, akikre a legnagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. A mai és igazából az egész akció során mind a gyalogosoknak, mind a kerékpárosoknak olyan fényvisszaverő eszközöket osztogatunk, illetve kerékpárosoknak fény, tehát világító berendezéseket, hogy ezt használva gyakorlatilag megelőzzük a gyalogos és kerékpáros elütéseket, hiszen lakotterten belül is és lakotterten kívül is közlekedő gyalogosoknak, gyalogosok fokozott veszélynek vannak kitéve a közutakon. Melyek azok a leggyakoribb baleseti hibák, amit elkövetnek gyalogosok vagy autósok ilyenkor ősszel? Nem hibának nevezném inkább, hanem fel kell arra készülnünk, hogy a gyalogosok lehetőleg ne sötét ruhába és olyan útszakaszon közlekedjenek, hogy az az autósok számára nehezen észrevehető, nehezen látható legyen. Gyakorlatilag ugye a szabályok vonatkoznak arra, hogy lakott területen kívül főútvonal úttestjén ugye kötelező a fényvisszaverő ruházat, illetve mellény használata, de hát nyilván lakott területen belül, vagy olyan útszakaszon is célszerű olyan ruházatot választani, hogy a gépkocsi vezetők számára jobban észlelhető legyen. Mindez érvényes egyébként a kerékpárosokra is. Azok a biciklisek, akik nem használnak ilyen prizmákat és lámpákat, azokat most büntetik is, vagy csak figyelmeztetik? Természetesen az akció célja a figyelemfelhívás. Figyelemfelhívás, hogy ugye megváltoztak a látási viszonyok, jobban oda kell figyelni ezekre az eszközök használatára, függetlenül attól, hogy ez előírás is már a kerékpárosok részére. Jelenleg kerékpáros lámpákat, prizmákat, illetve fényvisszamerő mellényeket osztogatunk a közlekedő résztvevőknek. Ha biciklivel közlekedünk, hol kell elhelyezni a világító eszközöket? Lehet magunkon, vagy a kerékpárunkat kell lenni? Jogszabályváltozás miatt ugye most már fő cél, hogy legyen világító berendezés. Ugye előre fehér, hátra pedig piros fényt adó lámpával kell felszerelni a kerékpárt, vagy pedig a kerékpárost, ha ez jól látható módon van elhelyezve. A gyalogosoknak javasolja a lámpa használatát? A gyalogosoknak nem kötelező ugye a lámpa használata, lakott területen kívül fényvisszaverő ruházat vagy mellény használata kötelező, de nyilván, ahol nincsen közvilágítás, célszerű olyan világító berendezés magánál tartani, ami jobban láthatóvá teszi a közlekedés más részvevői számára.